2017. március 31-én ezeket a híreket találtam érdekesnek, inkább úgy fogalmazom, nem feltétlenül fontosnak, de mindenképp érdekes. Ez a Hihetetlen magazin, ami ugye csak egy a sok szemét közül, ami a propagandát, illetve magát a programozás szolgáját akarva akaratlanul ez a helyzet. Mindenkinek érdemes azon elgondolkozni, hogy amikor ilyen lapok is arról írnak, hogy leleplezik a világot irányító elitet, akkor, és ez kint van a köztudatban, akkor vajon mi az, amit ez a világot irányító elit akar? Bárki azt gondolja, hogy ilyen információ kikerülhetne, ha ők nem akarnák, akkor az szerintem téved. Ugye itt a globális háttérhatalomról van szó, illetve a 13-ak koronatanácsáról és egyéb dolgokról, ami az új világrend körül csoportosul ez az egész írás. Akarják, hogy tudjuk. Azt akarják, hogy mindenki harcoljon ez ellen. Teljesen mindegy, hogy így vagy úgy tereli el az embert az ellenség a helyes útról, amennyiben nem a teremtő útján jár, így is úgy is rossz úton jár. Neki teljesen mindegy, hogy ki mit tud, ez a hajó már elment a legtöbb ember számára. Ezt a rendszert nem lehet megakadályozni, nem lehet szétbomlasztani, ezt egyszerűen ez eldőlt, ez van, ebben élünk. Az a probléma, hogy a legtöbb ember, mindannyian átaludtuk azt az időszakot, amikor lehetett volna valamit tenni. És most próbálunk harcolni, és pontosan ez, amit ők akarnak. 168 óra arról számol be, hogy Orbán Viktor ugye arról beszélt, hogy a Soros Egyetem, ami a Közép-Európai Egyetem, kétféle diplomát ad ki, és nem lenne joga csak egy diplomát kiadni. Igazából teljesen mindegy. Már maga a tény, hogy bárki ezzel többet foglalkozik, mint egy perc, az bizonyítja, hogy a programozás működik. Minden ilyen ügy csak része a figyelem elterelésnek. Csak része a propagandának és annak, hogy az embereket folyamatosan valami úton, módon foglalkoztassák valamilyen jelentéktelen üggyel. Se Sorosnak nem lesz ebből semmi problémája, se Orbán Viktornak, se senkinek nem lesz. Teljesen mindegy, hogy mi a végkifejlet, ez egy jelentéktelen dolog. Az emberek pedig ezen fognak rágódni majd napokig, vagy akár hetekig. Miközben Orbán maga, a Soros ösztöndíja segítségével végezte el a tanulmányait, úgyhogy erről ennyi. Ugyanúgy külföldön, különösen Amerikában, mint ahogy Magyarországon az előző hír, külföldön is ugyanígy megvan az agymosás és a propaganda. Erre számtalan forrás van és fórum, az egyik leghasznosabb ugye a Twitter, amit rengetegen használnak. Ez épp Alicia Keys folytatja az iszlám propagandát és ugye a társadalom megosztását, programozását. Minden hír csak és kizárólag egy cél szolgál, és az a társadalomnak a programozása. Azok nagy része kitalált forgatókönyv alapján készül, különösen amikor ilyen emberek vesznek részt, mint Orbán Viktor vagy Alicia Keys, akik ilyen magasabb pozíciót töltenek be ilyen vagy olyan szektorban, a társadalomban. Mindig megvan a koreográfia, és ők csak a szerepüket játsszák, hogy a tömegeket megosszák, és bizonyos gondolatokat elültessenek a fejükben, illetve hogy eltereljék a figyelmüket a lényegről. Nagyon régen már erről esett szó, ugye ez David Attenborough arról beszél, hogy az emberek a föld pestise. Természetesen erről a programozásról már nagyon régen esett szó, azt hiszem a Matrix kapcsán, abban is ugyanez a mondat hangzott el, de számtalan más filmben és fórumon is hallták az emberek. Ez nem más, mint ugyanúgy propaganda, mint minden más, ami a közéletből származik. David Attenborough ugyanolyan karakter és ugyanolyan színész, teszi a dolgát, azt csinálja, amit mondanak neki, játssza a szerepét, és programozza a társadalmat, hogy azok azt gondolják, amit az elit szeretne. És pontosan ez van. Az emberek túlnyomó többsége már elhiszi azt, hogy ők a föld pestise, vagy rák, vagy akármi, miközben a káoszért nem az egyén felelős, hanem azok, akik uralják és irányítják a világot. Ők programozták az embereket, és ők azok, akik irányítják az ipart, a mezőgazdaságot, az élet minden területét.
Úgyhogy még mielőtt bárki is azt mondaná, hogy ja, mindenkinek felelősséget kell vállalni, persze mindannyiunk, de hát ha bizonyos mennyiségű választási lehetőség áll rendelkezésünkre, akkor mit csináljunk, ha egyszer valahogy az embernek meg kell élni abból választ, amit elé raknak. Azt gondolni, hogy az egyének valaha is volt beleszólás abban, hogy milyen autó legyen, hogy hogyan termeljük az energiát, vagy honnan érkezzen a gyümölcs, az teljes mértékben abszurd és naív, hiszen mindenki azt csinálja, amit elé rakna. Azt a programot nézi, a program nem azért olyan, mert mi ezt nézzük, mi azért nézzük azt, mert olyan, mert az van. Ez a választási lehetőség. Tesco nem kérdez meg senkit, hogy honnan vegye az almát, ugyanúgy az állam nem kérdezett meg soha senkit, hogy honnan nyerje az elektromos energiát. Vagy ahogy General Motors se kérdezett meg senkit, hogy most akkor kell-e elektromos autó vagy sem. Egész egyszerűen ez van. Úgyhogy azt gondolni, hogy az emberek a rákfené a földnek, az teljesen ostoba. És kizárólag a programozásnak az eredménye. És az ilyen karakterek, akik az egész életüket végigjátsszák ezt a szerepet, ezek azok, akik az emberiséget átalakítják. Így formálják át a társadalmat. Hogy felhasználnak bizonyos karaktereket. A szakértő karakterét. CBS News arról számol be, hogy Putyin megszólalt az ügyben, hogy folyamatosan azzal rágalmazzák őket, hogy a különböző országok különböző választásaiba beavatkoztak, és nyilvánvalóan annak ellenére, hogy ő csak a szerepét játsza, gondolom mások is észrevették, hogy úgy tűnik, hogy ő az, aki pozitív karakterként kijön ebből az egészből, hiszen ez a szerepe. Jók, rosszak, megvan a konfliktus, a csavar, ugyanúgy, ahogy minden jó történetben. Azért, mert ez csak egy történet. Meg van írva, mint ahogy az összes hír meg van írva az emberek számára. Szoktatják hozzá az embereket ahhoz, hogy háború lesz, hogy káosz lesz, és hogy ezt elfogadják. Erről szólnak a filmek, erről szólnak a videoklipek, erről szól a hír, erről szól a politika, mivel az egész csak része a színháznak, hiszen az egész egy színház, és ezek a színészek játsszák a szerepüket. Ó, ezt meg akartam mutatni még egyszer, erről már szó volt korábban, de ez mutatja, hogy milyen szinte süllyedt az emberiség, és hogy mi az, amit elfogad még tudomány, illetve valóság gyanánt, hogy egy aszteroidról fog lelógni egy felhőkarcoló, és ez az, amiről szó van. Szánalmas. CBC arról ír, hogy a rendőrséget eltiltják majd a ugye ez a Gay Pride, a meleg felvonulásról Amerikában az ő viselkedésük miatt mellett kampányol a Black Lives Matter. A lényeg az, hogy az egész egy hoax, az összes, minden oldala a Black Lives Matter ugyanúgy, mint azok az esetek, amiket a nagy közönség úgy értelmez, mint rendőri agresszió, vagy rendőrök meggyilkolnak embereket. Ez az egész egy nagy hazugság. Senki, legalábbis a legtöbb eset, amit mi látunk a tévében, az mind-mind hazugság. Senki nem hal meg, eljátszák azért, hogy programozzák az embereket, különösen a feketéket és a fehéreket egymás ellen, de mindenkit a fehérek ellen, a homoszexuális, a nem homoszexuális ellen, mindenféle része a társadalomnak egymás ellen, ez a lényeg. És mindeközben mindkét oldalát irányítják a vitának. Ugyanúgy, ahogy a tüntetőket, ugyanúgy a felvonulókat, ugyanúgy a rendőröket, az egész egy hatalmas hazugság. Minden, ami a médiából jön, az összes hír, az összes videó, az összes bejelentés, petíció, szavazás, az összes része a színjátéknak. Nem engednék, hogy ott legyen a tévében, ha nem az ő érdekeiket szolgálná. Nem lenne ott a tévében, amit ők irányítanak, ők pénzelnek, ők találtak ki, ha nem az ő érdekeiket szolgálná. Úgyhogy ha bizonyíték kell valakinek, csak gondolkozzon el ezen. Hogyha hat cég uralja Amerikában a tévécsatornák 95%-át, akkor ki az, aki eldönti, hogy mi megy ezen a tévécsatornán, ha nem az a hat cég irányító embere? Amit ők nem akarnak, az nincs ott. Ugyanígy van Európában, számtalan videót láthattok erről is már.
ahol erről van szó. Azt látjuk, amit ők akarnak. Ha ők nem akarják, akkor nem látjuk. Ha valaki azt hiszi, hogy a hírből okosabb lesz, vagy iskolából okosabb lesz, amit ők találtak ki, vagy hogy a tüntetés azért van az utcán, hogy nekünk jobb legyen, vagy hogy megváltoztassuk a rendszert, vagy hogy a rendőr azért van, vagy a kórház, vagy a gyógyszeripar, vagy bármelyik része a társadalomnak azért van, hogy nekünk jobb legyen, miközben ők azok, akik kitalálták, akik pénzelik, akik uralják az egészet, akkor az valamiféle álomvilágban él. Mint ahogy a legtöbben. Őket egyáltalán nem érdekli, hogy ki az, akit lelőnek, ki az, akit megölnek, ki mit gondol, ki hány munkanélküli van, mennyi ember mit csinál a meleg felvonuláson. Egy a lényeg, szolgálja az ő érdekeiket, hogy egy kormány legyen a világon, vagy pedig nem. Amelyik nem szolgálja, az nem létezik az a mozgalom. És az egyszerűen nem jut szóhoz, aki nem azt a propagandát terjeszi, amit ők akarnak. Úgyhogy ennek tükrében vegyen részt mindenki ezekben a szánalmas harcokban, hogy melyik politikai oldal, vagy ilyen liberális, olyan liberális, vagy fekete, vagy fehér, vagy petíció, hogy így, vagy az őserdőt megmenteni, vagy a pandamacikat, vagy bármit. És akkor ezen a szemüvegen keresztül próbálja mindenki elemezni a híreket és értékelni. Mikor azt mondják, hogy az élelmiszerek cukortartalmát 20%-kal csökkenteni kell 2020-ra, azért, hogy a gyerekek az Egyesült Királyságban egészségesebbek legyenek, akkor mindenki tudja, hogy a lényeg nem az, hogy az emberek egészségesebbek legyenek, hiszen akkor nem mérgeznék a levegőt, a vizet, a földet, az élelmiszert, a védőoltást, a gyógyszert, mindent. Akkor nem ilyen lenne a tévéműsor, akkor nem ilyen lenne a szórakoztatóipar, akkor nem ilyen lenne a videójáték, a film, a politika, az oktatás. Hogyha azt akarnák, hogy nekünk jobb legyen, akkor ezek a dolgok másképp néznének ki. A cél egyáltalán nem az. A cél az, hogy elfogadtassák az emberekkel azt, hogy az állam beleszól az életükbe, hogy nekik mi a jó és mi a rossz. Hogy az állam határoz meg mindent az emberek életében. Azt is, hogy mennyit cukrot esznek. Ennek egy nagyszerű példája ez a hír a BBC-től. Ugye a BBC nem más, mint a legfontosabb propaganda egység Európában, hanem a világon. A legfontosabb. Mindaz a szemét, ami a BBC-ből árad, ugyanúgy, mint az összes többiből, az emberek milliárdjait programozta már az évtizedek során. Esetleg, aki a számokban érdekelt, annak nyilvánvaló lehet az, hogy 20, meg 20, meg 20, az 60, az egy hatos. De ez most nem is a cél igazából. Ha esetleg valaki számára nem lenne egyértelmű, hogy ez propaganda, akkor az ITV ugyanerről beszél. Azért, mert erről szól a média. Programozás. Mindenhol ugyanaz megy, mindenhol olvassák, és így az emberek elfogadják tényként. Érdekes lehet az is, ami Kínában történik, ABC News erről számol be, ugye ABC 1, 2, 3, ami 6, de a lényeg az, hogy minden olyan szaká, ami nem normális a hivatalos álláspont szerint, az mostantól tilos lesz annak érdekében, hogy a vallási fanatizmus megállítsák. Nagyszerű példa szerintem arra, ami Kínában történik, hogy mi az, amilyen a jövő lesz, illetve az, ami Észak-Koreában történik, de Kína különösen. Ugyanis Kína az, ahol szerintem nagyon sok rendelkezés és törvény szabályozást kikísérleteznek, mielőtt az eljutna majd az új világrendbe, de ez egy nagyszerű példa. Kitalálják a terrorizmust, pénzelik, létrehozzák, fenntartják, megrendezik az eseményeket, és ezáltal
az életet átalakítják, hiszen az emberek elfogadják valóságnak a hazugságot. Hiszen ezt látják a hírekben, és ami a hírekben van, az igaz. Amit a szakértő mond, az úgy van. És azt nem lehet megkérdőjelezni. Erről szól a televízió, de erről szól az oktatás is. Ha ügyesen megismétled azt, amit mondott a szakértő, a tanár idézőjelbe, akkor jó vagy, ha nem, akkor nem. Ha más a véleményed, akkor az nem elfogadható, az rossz jegy. Természetesen azt mondják, hogy ők az egyéni gondolkodást szeretnék ezzel elősegíteni, ami ott folyik, de pontosan az ellenkező ilyen zajlik. A hírek nem más, mint manipulálása az embereknek. Ezt hívják agymosásnak. Ugyanúgy, mint az oktatást. Az LGBT mozgalom nagyon fontos az elit számára, ugyanúgy, ahogy az ellenség számára, hiszen az ellenség mindent, amit a teremtő kitalált és elindította kezdet-kezdetén, el fog pusztítani, és a férfi és a nő az, ami a legnagyobb támadás alatt áll, különösen a nők, de ugyanúgy a férfiak is, de a nők mindenképpen a nevetséges feminista mozgalommal, illetve a szexista dolgokkal, a nőgyűlölő dolgok, minden, ami a politikai korrektség címszó alatt zajlik, mind része a manipulációnak. Több jogot akartak volna adni a nőknek, akkor már a nőknek több joga lenne. Ez ennyire egyszerű, csak sajnos ezt nem hajlandók megérteni a nők. Hanem masíroznak úgy, ahogy a kozmopolitánban látják, vagy ugyanúgy, ahogy látják azt bármelyik más szennylapban. Vagy nézik a filmeket, és abban a hős, ahogy beszél, aztán átveszi az ember. Vagy ahogy a zeneklip, így működik a programozás. Minden, ami a hírekben van, része a programnak. Minél többet látja az ember, olvassa, hallja, hogy az ember megválaszthatja a nemét, vagy lehet egyszarvú, vagy férfi, vagy nő, vagy bármi, ami akar lenni, annál inkább elfogadja. Minél fiatalabb az ember, annál egyszerűbb programozni. Ezért találták ki az óvodát, az iskolát, kötelező 16 éves korig. Ezért dolgozik a férfi és a nő. Nem azért dolgozik a nő, hogy beteljesítse az álmát, vagy hogy több pénze legyen a családnak. Azért dolgozik a nő, hogy elválasszák a gyerektől. Ez volt az egyetlen oka. Őket abszolút nem érdekli, hogy a nőknek milyen ambíciói vannak. Amíg a nő dolgozik, és nem veszi észre azt, hogy azért masírozik az utcán, hogy még többet dolgozhasson, miközben távol van a gyerekétől, akit az állam nevel fel, hogy aztán az azt higgye, hogy ő egy rózsaszín egyszarvú, aközben ő masírozik az utcán, meg utálja a férfiakat. Úgyhogy mondja azt valaki, hogy nem működik a programozás, meg az agymosás, meg az elmekontroll. És most ezzel a hírrel fejezném be, már ezt hírnek lehet nevezni, hogy a Patrióta mozgalom, Patrióta Európa mozgalom, már volt szó róluk többször, nem is tudom. De ez, amit itt olvas az ember, hogyha ezt komolyan veszi valaki, akkor az annak komoly problémái vannak. Olvasgassa mindenki, akit érdekel, de csak annyit ezzel a nagy patrióta dologgal, meg hogy magyarok vagyunk, meg Kárpátalja, meg hogy nagy Magyarország, meg ez az egész nemzet dolog. Teljesen fölösleges. A teremtő előtt mindenki csak két úton indulhat el. Nem lesz magyar a végén, nem lesz így, vagy úgy, vagy ő ilyen, vagy ő olyan, vagy ó, ez a mocskos ilyen, vagy az a mocskos olyan. Teljesen mindegy lesz, hogy ki magyar, ki nyilazott háttal a lovon, vagy fejjel lefelé, vagy ki volt a legrégebbi nemzet. Abszolút nem fogja érdekelni. Úgyhogy azok, akik ezzel vannak elfoglalva most, hogy mi voltunk a legősibbek, meg hogy milyen kultúránk van, mikor ugyanolyan kultúránk van, mint az összes többinek. Ugyanazok az erők irányították ezt az országot, mint az összes többit. Ugyanolyan pogány, szabadkőműves építészetünk van, festészetünk, szobrászatunk, meg minden, mint az összes többi országnak. Csak egyszerűen jobbnak tűnik, mert ez a miénk. De ugyanaz az agymosás, meg propaganda, meg programozás érte ezt a nemzetet, mint az összes többit. Aki meg erre büszke, az már a rossz úton van.
Mindannyian, beleértve engem is, rossz úton jártunk nagyon-nagyon hosszú ideig. Nagyon hosszú ideig. Ugyanúgy meg voltunk téveszve, mint azok most, akik nem látják az igazságot. De a helyzet az, hogy amíg valaki nem jut el addig, hogy felfogja, hogy a Teremtő létezik, és ő az, aki irányítja az egész világot úgy, ahogyan azt leírta a könyvben. Leírta, hogy mik az instrukciói, hogyan lehet hozzá eljutni, hogyan lehet megérteni az egész értelmét. Addig az ember nem jutott el a teljes igazságig. Úgyhogy ugyanúgy, ahogy azok, akik eljutottak eddig, hajlandóak voltak alázattal közelíteni hozzá, akármennyire is nehéz, ugyanúgy mindenkinek meg kell tenni ezt a lépést ahhoz, hogy megértse az igazságot. És az igazság mindennél nagyszerűbb. És semmi köze nincs ahhoz, hogy mennyi könyvet olvas az ember, vagy mennyi dokumentumfilmet néz, vagy mennyi diplomát szerez. Egyáltalán semmi köze nincs ahhoz. A világ erkölcstelen és a világ nagyon rossz úton jár. Aki meg akarja menteni a világot, az szintén nagyon rossz úton jár. Úgyhogy remélem, hogy érthető az, amit mondani szerettem volna. Természetesen ez az én véleményem. Mindenki azt gondol, amit akar. Én 100%-ig biztos vagyok benne, hogy ez az igazság. Attól függetlenül, hogy a legtöbb ember nem ért ezzel egyet. De nem az a lényeg. A lényeg az, hogy mit gondol a Teremtő, és mi az, amit ő mondott, és azon az úton járni, amit ő kijelölt számunkra. A többi így se úgy se fog számítani a végén. Úgyhogy mindenkinek a legjobbakat, és halleluja! Még annyit hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is. Kövessétek mind a kettőt. Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra. Ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat. Halleluja!